Sziasztok, kedves nézők! Hát most jutottam el odáig, hogy tegnap volt egy komment, ugye itt állunk a szétszedett, vagy szétszedett, a Baki parádéval kezdünk. Itt állok a megjavított Peugeot partner előtt, aminek vagy elszakadt a kuplungbobdene, vagy letört valami pöcök a kuplungról. Lényeg, beesett a kuplungpedál, és ott is maradt. Ez általában ez a két hiba forrás szokott lenni. Ha csak nem valami komolyabb, és magánál a kuplung szerkezetnél ment szét, de hát az azért csörömpölne, meg az másképp szokott működni. Azért volt már életemben egy pár szor, hogy a kuplungbobdene elszakadt más autónál, a sok-sok kilométer alatt. Ez még megint isteni csodával egy viszonylag kellemes helyzetben volt, mert jártam már úgy, hogy a Ducato például a budapesti felső rakparton, a Margit híd közelében, a legnagyobb reggeli dugó kellős közepén elszakadt. Meg akartam fordulni, hogy elinduljak vele visszafele a szerelő irányába, és hogy elhagyjam a dugót. Ugye kifele menet, tehát visszafele Szentendre fele nem volt annyira forgalom, tehát minimálisabb volt a forgalma a befelé levő lépésbe araszoláshoz. Tele volt rakva az autó, csurig volt rakva, sőt túlsúllyal is ment, és hát ennek az lett a következménye, hogy amikor a Duna fele elfordultam, hogy megfordulok, abba az ívbe, hát ugye mivel itt nem lehet előre-hátra guringálni, mert nincs kuplung, hanem csak beindítod, elindulsz, elfordítod, stb. Hát sikerült úgy megfordulni, hogy pont egy aknafedlap gödrébe mentem bele, mert úgy jött ki a fordulóív, hát mert közben arra szólt a forgalom, tehát nem mentek arrébb 20 centit, közben jöttek szemből is, gyorsan kellett döntést hozni, nem lehetett kuplungolni, hogy majd egy picit visszatolatok meg minden, ugye ilyenkor azért megtapasztalja az ember a bajokat. És abba a gödörbe beleállt a jobb első kerék, és ugye elfordított kerekekkel, onnantól kezdve ugye még mielőtt valaki írogatja, hogy hát miért nem, hát a szervó kormány működik, igen, csak amikor a szervó kormány működik és be van esve a kuplungod, abban a pillanatban elindul abban a sebességfokozatban, ha egyesbe, akkor előre, ha lükvercbe, akkor hátra, és ez egy olyan forgalomban, ahol az egyik helyen három sávba áll a forgalom, a másik helyen meg három sávba, 2-3 másodperc múlva odaér a forgalom, ott nem lehet ezzel játszadozni, és hát ennek az lett az eredménye, hogy álló helyzetbe gyújtásra kapcsolva tekertem a kormányt, hát azt hittem a karom leszakadt, szervórá segítés minden nélkül, ugye összes súly oda volt rábukva, és ugye el kellett forgatni, de abban a forduló pontban meg nem lehetett kitolni. Hál' Istennek 2-3 lámpaváltás után feltorlódott a sor, mert hát teljesen lezártam három sávot átlósan, és hál' Istennek hátrébről, 10-20 autóval hátrébről, akik látták, hogy mi van, és meg akarták nézni, hát látták a kis terrautónak a tetejét, hogy valami olyan áll keresztbe, ami hátra tudnak segíteni. Oda jöttek, és akkor hárman vagy öten baromi nagy erőfeszítéssel kitoltuk a gödörből, és akkor annyit kellett még ide-oda, mert ugye mellé álltak már a okos sofőrök. Ez jó tanács arra, hogy ha ilyen helyzet van, ne álljál rá 5 centire, mert nem tudsz visszatolatni, mert mögéd is beáll a következő marha 5 centire, és aztán így összegyűlik 200 autó 5 centire egymástól, és ha mindenki csak 1 centit megy hátra, hogy egy méter helyett legyen, 100 autónak kell tolatgatni, annak előbb-utóbb az lesz a vége, hogy valaki összekoccan a másikkal, és már megvan a következő katasztrófa. Hát ezért látjátok ma az utakon, hogy bolondok háza van, mert így ez lesz a példa. Akkor még azért voltak olyan emberek, akiknek volt annyi esze, hogy hagyott másfél métert, és akkor igazából 4-5 autóval hátra lehetett úgy fordtolatni, hogy elfért a Ducato, tehát azért ez majdnem 6 méteres autóról beszélünk hozba, és 2 méter széles, tehát hely kell neki, hogy meg tudjon fordulni. Na mindegy, ezt kitolingáltuk, hazavittem, megcsináltuk, kész. De amiről akarok beszélni, hogy most dízel vagy benzines, ez lenne a téma. Figyeljetek ide, az, hogy dízel vagy benzines az autó, ez a hiba kategória, ami most itt előjött, hogy elszakad a kuplungbobden, ez minden típusnál előjöhet. Kivéve a elektromos autó, bár annak nem tudom, hogy van megcsinálva a vezérlése. Ugye itt már ilyen elektromos, szerintem, ha van is, de szerintem annak nincs is kuplungja, mert az hasonlóan működik, mint az a automata, hogy csak gáz fékpedál van benne.
mert hát mi a francnak kéne bele kuplunk. Csak aztán kevertem egy olyannal, aminél valószínűleg a hibridnél, hogy ott ugye kell a megszakításhoz. De mindegy, 100-nak is egy a vége, hogy egy sima normál váltós autónál, tehát egy kézi váltós autónál, akár benzines, akár dízel elszakadhat a kuplung bobden. Hogy mit okoz ez? Ugye ott egy leírásba leírtam, és azért próbálok erről beszélni, hogy a dízel autókat azért találták ki, hogy nagyobb terheléssel, nagyobb súllyal, nagyobb távolságra minél gazdaságosabban és minél könnyebben el tudják jutni. És hát nagyon sok esetben ezek úgy vannak megoldva, hogy már minimális fordulatszámon leadja a maximálishoz közeli teljesítményét a nyomatékba az autó. Még egy benzinesnél, ha csak nem valami óriási nagy turbós és nagy köpcentis motorról beszélünk, akkor pörgetni kell hozzá, hogy felálljon az az erő, ami a teljesítményt létrehozza, és mondjuk egy vonóerőt egy utánfutónál el tudjon húzni. Hát nem véletlenül van az, hogy a dízel autók, abból is minél nagyobb köpcentis, abból is, hogyha mondjuk összkerekes, vagy akármi, akkor tehát összkerékhajtásos, akkor sokkal nagyobb utánfutókat lehet húzni. Hát ezért van az, hogy B kategóriával futó mondjuk egy terepjáró, de már amikor rákasztasz egy utánfutót, akkor kell az E kategória hozzá, mert 3-3 és fél tonnás utánfutókat simán lehet vele húzogatni, ha van rá megfelelő jogosítványod. Na most nagyon ritka az a benzines autó, amire ekkora súlyt rá lehet akasztani, és ha van is belőle, akkor meg baromira gazdaságtalan használni. Persze most nem arról beszélek, hogy Juli néni, Piri néni elmegy a munkahelyére, vagy nyugdíjasként elmegy bevásárolni, arra tökéletesen jó egy 1000 köbcentis, 1500 köbcentis, 1300 köbcentis bármilyen benzinautó, akár még, ha nem is a legmodernebb dolog, mert neki arra jó, hogy azt a 5 km, 10 km, vagy eljár a kórházba, vagy ide-oda, tökéletesen, vagy elmegy az unokákhoz, teljesen megfelel. De abban a pillanatban, amikor, és ezt próbáltam leírni a kommentbe, abban a pillanatban, amikor valami olyan munkát végzel, ahol nem hungarócelt szállítasz, hanem súlyokat teszel bele az autóba, akár személyekkel és podgyászokkal, akár bármi mást szállítasz, jószágoknak takarmányt, vagy éppen építkezelés és cuccokat kell hordani, amiknek súlya van, mondom megint nem a hungarócel táblákat, akkor el kell rajta gondolkozni, hogy melyik éri meg. És itt is azt kell elgondolkozni, hogy tudod azt, hogyha építkezés csak ez 2-3 hónapig fog tartani, akkor végül is teljesen mindegy, mert azt a többlet költséget behozza a fuvaron. De hogyha ez neked egy folyamatos, mert ez a szakmád, akkor érdemes olyan autót választani, ami nem benzines, hanem dízel, és mindenféle ilyen kütyűmentes, tehát a kettős tömegű lentkerék, meg mindenféle ilyen szírszarmentes, mert óriási bajokat fog ez okozni, és ha bármilyen meghibásodás van, akkor inget gatyád ráköltöd. Téfitek azok, most már sok autószerelős videóban mások is, szervizek is leírják. Téfit az, régen volt már az a történet, hogy egy sima egyszerű benzines motor, mint mondjuk vegyük egy zsigulit, hát zsigulival is rengeteget mentem, tuningoltuk is, benzingázosra is megcsináltuk, és tuningolt motorra fordított gyújtás sorrenddel, meg blablablablabla, az már a múlt. Már sokszor el sem hiszem, hogy én csináltam ilyeneket is. Akkor ott is például ahhoz, hogy menjen az autó, hát nekem a zsiguli például, az egy hetes Niva motor volt akkor benne felfúrva, azt hiszem valami 1800-1900 köbcenti környékére, és baromi jól ment, mert 205 volt vagy 207 volt a végsebessége, négysebességes váltóval, de azt tudni kell róla, hogy a teljesítményhez ahhoz üzemanyag kell, meg levegő, és ennek a tökéletes jó keveredése. És hát azért a 16-18 litereket beszipkázta benzinből, és hogyha jól volt beállítva a gáz, és jól ment minden, akkor 20-21-2 litereket is beszipkázta gázból per 100 km.
Tehát, hogyha ezt elkezdett vele az emberi gyökörködni, és így tolta neki, és állatkodott, akkor akár 20 fölé is fölugrott a fogyasztás. És akkor itt jönnek ma olyan emberek, hogy van neki egy mitől 4000-5000 köbcentis autó, és akkor azt mondja nekem, hogy 6 litert fogyaszt. És akkor brümmögteti, járatja, megáll beszélgetni, és közben is ketyeg az autó, és akkor kinyögi nekem, hogy hát ő neki nem vesz dízelt, hát ő neki ez az autó, ez nem fogyaszt még 6 litert se. Hát persze, ez jó téma, csak legyen olyan barom, aki elhiszi. Még egy történet, csak hogy azért tisztánlásatok, hogy amikor van egy ilyen magasabb dobozos autó, mint ez a Peugeot is, ezért fogyaszt 6 és 6,5 litereket, ha úgy használod. Tehát az alá azért nagyon nehéz levinni, mert főleg szélbe aztán nem is bírod, mert magas a bódéja. Ugye a Thalia az egy alacsony autó, ugyanabból a Kangoo, ugyanezzel a motorral, ugyanezzel a viszonylag hasonló váltó áttételekkel, meg futómű kialakítással, azért fog eleve másfél literrel többet fogyasztani, nem azért, mert a Kangoo az egy szar autó, hanem sokkal nagyobb a légellenállása, és ez óriásira befolyásolja az autónak a fogyasztását, és kurva sokat számít későbbiekbe. És hogyha ezzel valaki nincsen tisztában, akkor nagyon meg fog lepődni, amikor tankolnia kell, és ha el kell menni 200 kilométert, úgyhogy mondjuk én annak idején vittem csónakot, túrakenút, meg ezt, azt, amazt a tetőn, baromira más lesz a fogyasztás, baromira más lesz a teljesítmény, mert elkezd kapaszkodni. És hogy például tudjátok azt, hogy a Ducato az egy 2.8-as IDTD-s turbo dízel volt, jó állapotban, annak motorikusan mai napig nincsen semmi baja, pedig több mint 400 000 kilométer van benne. Egyetlen egyszer kellett a motorját megbontani, amikor a Dunai árvíznél felszívta a vizet, nem tudtam, hol van a beszívója. Visszajött egy hullám, fölcsapódott, és azt egyből berántotta a motor. És akkor, amikor szétszedtük, 200 valány ezer kilométer volt benne, 220 ezer környéke. És hát úgy képzeljétek, írd és mond, a műhely azt mondta, hogy olyan állapotban van a dugattyú belül, meg a egy kivételével, amelyik elhajtott a hajtókart úgy, hogy függőlegesen másfél centit összenyomta, és 3S kanyart hajtott bele a függőlegesen lefele. Majd egyszer erről is csinálok egy videót, megmutatom, mert hajtókart eltettem emlékbe, hogy az összes többi dugattyú, meg minden annyira sértetlen volt, mintha most jött volna ki a gyárból. Tehát nem volt rajta kopás. Mondom, 220 ezer kilométer volt benne, én voltam a második tulajdonos, és folyamatosan megrakva járt, mert csak annyi, hogy vigyáztunk rá az előző tulajdonos is, meg én is, de építkezésekre hordta a cuccokat, meg a mindenféle motyókat, úgyhogy rakottan járt folyamatosan. Na, hogy ennek mi a lényege, tehát nem egy ütött-kopott motorról beszélünk, ennek az a lényege, hogy addig, amíg én a Ducatóval fiatalosan szágúdozva közlekedtem, addig 10 alá nem tudtam levinni a fogyasztását, de 10, hát olyan 9,5 volt amire le tudtam. Aztán akkor mondták ilyen öreg postások, hogy a postánál is voltak ilyen Ducatók, és hogy le tudták vinni 7,8, 8,2, 8,5, hát ugye ők sokat mentek, üzemanyag megtakarítást számolták, és azt még vissza is fizettek nekik pénzeket, meg hát gondolom, aki olyan volt, az akkor is szipkázta a gázolajat, és otthon is azzal járt a saját autójával. Na mindegy, 100-nak is egy a vége. Én ezt így mindig csodáltam, hogy lehet, hát én nem bírom azt kihozni, hát persze, mert lámpától lámpáig gyorsítgattam, meg minden, ment a kocsi, élveztem, és ennek az lett a eredmény, hogy többet fogyasztott. De nem tudtam 10 és fél fölé, tehát 11 fölé nagyon nem tudtam vinni, ha nem volt rajta a ponyva, mert ugye nekem ez egy ponyvás platós volt, a ponyva az fölért 80 centivel magasabbra, mint a autónak a teteje, és hát ez amikor föl volt rakva, és az autópályán mindegy volt, hogy üres vagy teli, ott igazából fél liter volt már csak, vagy max. 1 liter a különbözet, az már nem volt olyan érezhető, de abban a pillanatban, amikor föl lett téve a ponyba, és esetleg elkezdett fújni a szél, akkor, és mondjuk Miskolcról elindult az ember Budapestre, vagy Budapestről elindult az ember Miskolcra, és folyamatosan szembeszélbe mentél, a esetek 80%-ába,
14-15 litert úgy beszipkázott, mint a húzat. Nem is kellett gyorsan menni, elég volt, ha csak egy 120-125-tel, vagy 110-zel, mondjuk beszélgettél, vagy gondolkoztál valami, vagy fáradt voltál. Simán beszipkázta ötödikbe egyenes utakon viszonylag a 14-15 liter gázolajat. Csak azért, mert a ponyva rajta volt. Na most gondoljátok el, mit fogyasztott volna. Ez egy jó fogyasztásokkal bíró, nagy 2 méter széles, 2 tonnás autó, üresen. És mit fogyasztott volna egy 2.8-as benzines motorral, főleg ha mondjuk egy ilyen turbos benzines valami böszmeteget belerakott volna az ember. Fölment volna 40-50 literre. Csak ezekkel nem szoktak dicsekedni, mert úgy van, hogy a luxus autók, amik benzinben luxus nagy kategóriások, nem szoktak fogyasztást írni, mert úgy vannak vele, hogy úgyis kifizeti a gazdája, és itt nem arról szól, tehát nem az a reklám csínje, hogy basszus, a benzinkutat utána kell kötni, hanem arról szól, hogy például amikor gyorsulni kell, vagy teljesítményt kell mutatni, akkor az ennyi teljesítményt tud, vagy ennyi másodperc alatt van 100-on. Ugye ezt az elektromos autók letörték, ezt a bikaszarvát a benzines autóknak, meg a turbodízel autóknak, és ehelyett a villanyautók vernek most mindent. Előtte csak a motorok tudták ezeket. A gyorsasági motorok, ugye azok benzinüzeműek, de hát azok megint nem cipekedésre szolgáltak, tehát nem oldalkocsival jártál vele, mert amikor oldalkocsiztál, akkor akikkel beszéltem, mindenki mondta, hogy akkor onnantól kezdve majdnem duplázódott a fogyasztás. Főleg, ha esetleg összetartási problémák voltak, akkor még gumit is zabálta hozzá, de nagyon sokat számított a fogyasztásban, nem jól volt összecsatolva az oldalkocsival. Hát ennek, ezeknek az a következménye. Ja, és hát ugye katonáknál is, ugye én tiszti lakótelepen nőttem föl, voltam laktanyaparancsnok, sofőrje, meg egyéb ilyen olyan dolgokkal azért csak kapcsolatban voltam ezekkel a társaságokkal. Meg érdekeltek a teherautók, érdekeltek az autók, mindenféle jármű annak idején. És hát például ott egy benzines Zill, vagy egy benzines Kraz, vagy Kraz volt? Ural volt a szem benzinesbe. Na mindegy, írjátok meg kommentben, látjátok, már ennyire nem foglalkozok vele, de mindegy, valamelyik ilyen katonai szállító autó, ami kimondottan benzines volt, hát azt csak ritkán vették elő, mert az 100-on 100 literre vett. Míg a másik ilyen 30 és 50 literek között el tudott ketyegni, és akkor itt még mindig csak országúti használatról beszélünk, mert amikor átlépünk a teherautók világába, amikor átlépünk a mezőgazdasági gépek világába, ott nagyban befolyásolja az a fogyasztást, és ott már nem kilométer per óra jön ki, hanem per óra, hogy mennyi óránként a fogyasztása, mint egy agregátornak. Hogy milyen teljesítményt ad le adott körülmények között. És hogyha ezt felezőbe elkezded használni, akkor másfél-kétszeres fogyasztások jönnek. Ha ezt elkezded rakottan használni, vagy mondjuk egy ágyút húzott, vagy éppen egy műhelykocsi volt rajta, ami, mint a Ducatónál példa, túllógott a fülkén, vagy egy magasabb ponyva volt rajta, akkor itt aztán a fogyasztások elkezdtek a csillagos égbe fölmenni, vagy mint mondjuk amikor a harckocsikat húzgálták, és a tréleren rajta volt egy T-72-es, akkor ott is, hogyha ezt egy benzinesre tetted volna, hát akkor a szorzók az majdnem a négyzetre emelés kategóriájába került volna. De ezek konkrét tények, aki nem hiszi, járjon utána. Aztán, hogy most egy modern, új benzines autónál ezt milyen kütyükkel tudták leszorítani, de valós fogyasztási adatokat nem adnak ki. Ez látszik a dízelautóknál is, hogy ennyi van írva, meg amennyi van írva. Hát ahhoz nagyon, nagyon finoman és jó vezetési technikákkal kell rendelkezni, hogy közelítsed azt az értéket, amit a gyár megad, mert egyébként hazugság az is. És ehhez az kell, hogy egyenes úton haladjál, szélcsendbe, nem szembeszélbe, nem a tető mondjuk 3 létrával, vagy épp egy csónakkal, vagy még a csónak egyébként annyiból érdekes ilyen szempontból, ha érdekel titeket, hogy az mivel áramvonalas, és ha jól van fölhelyezve, az még egy szélbe is nem érződik annyira meg, mondjuk egy keresztirányú szélnél megmozgatja az autót, de hogyha szemből fúj a szél, és egy jó áramvonalas például egy túra kenú, szinte érezhetetlen volt, hogy fönn volt az autón, tehát teljesítményben nem csökkentette a
a dolgot. Hiába volt megpakolva, például a Hondával vittük úgy, hogy a 6 méteres 580-as túrakenú meg volt pakolva motyókkal, tehát színültig volt rakva zsákokkal, és már féltem sokszor, hogy beszakad a tető, és semmi légellenállást így nem tapasztaltam, hogy lassabb lett volna. Tehát ha vittem volna két bál a hungarócelt, az sokkal jobban szemből visszafogott a szél vele, mint így egy csónakkal. Na tehát ezekre így visszatérve, tehát hogy mit mondanak egy benzines autóról, az egy másik téma. Minden cég dicséri magát, minden cég fölállít egy hamis illúziót, minden cég fölállít egy hamiskás dolgot, hogy az ő autója az tökéletes, az nem megy tönkre, az nem. Higgyetek el, bármelyik autó, amiben kuplungbobden van, előbb-utóbb el fog szakadni. Ha úgy van használva, mi fogja ezt megölni? Budapesti közlekedés a dugóba, rengetegszer toladgatás, meg rengeteg előre-hátra fordulás, hogy be tudjál parkolni valahova, és mondjuk az, ha domboldal, akkor az még inkább megterheli ezeket a dolgokat, mert ott ugye csúsztatni kell, meg hirtelen föl kell engedni, hirtelen be kell nyomni, mert ha meggurul, akkor ugye rögtön meg kell állni, és ezek pillanatok alatt legyilkolják. Tehát aki Alföldön jár, mondjuk egy kecskeméti területen, ahol domb nem nagyon van, csak maximum az autópálya felüljárója, ott sokkal tovább kitartanak ezek a dolgok, viszont teljesen más lesz ott is a fogyasztási eredmény. A másik, egy jó dízel autónál vég lehet menni úgy hegymeneteket, ha megtanulsz vezetni, hogy hegymenetel lefele, de ez már állítólag a kettős tömegű lendkerékre nem igaz, majd leírja, aki tudja, de viszont egy hagyományos dízel autónál, mint ahogy ebbe is van a motor, simán motorfékkel le tudsz jönni úgy rakottan is, hogy minimálisan kell fékezgetni. És hát ugye ez megint csak kitolja a féknek a kopás teljesítményét, tehát én ezért tudtam elmenni sokszor 60-70-80 ezer kilométereket egy fékbetéttel, mert ha megtanulja az ember a teherautós vezetési stílust, akkor dombokon lefele, vagy amikor lámpáig kell felgurulni, akkor vagy üresbe rakod, ha azt akarod, hogy guruljál tovább és ne álljon meg, vagy sebességbe rakod, és akkor meg motorfék állít meg a lámpáig, adott fokozatot, amikor kitapasztalod, akkor adott fokozattal vissza fékezi végül is a motorfék. És ennek az a lényeg, hogy addig nincs üzemanyag betáplálás, magyarul mondva szinte nulla. Azt hiszem valamennyi van, de majd ezt leírja, aki jobban érti, de én ezt úgy tudom, hogy szinte nullához közelít az az érték, ami olyankor a fogyasztása alapjáraton, addig, amíg motorfékkel tud jönni. Na most ez például egy Pilisszent László Szentendre útvonalon, ez elég sok távolság, vagy ha jöttök le dobogókörről, ez egy elég nagy távolság. Viszont azt nem érdemes eljátszani, mert ugye fiatalként minden hülyeséggel próbálkoztam, úgy a üzemanyag megtakarítással is, hogy mondjuk leállítasz egy autót, és üres járatba, tehát üres fokozatba, leállított motorral elkezdesz lefele jönni a lejtőn. Ott ugye főleg ezek régen annyira nem számított a kormányzás, mert egyébként se volt benne szervó, de egy szervós autónál megszűnik a kormány rásegítés, baromi nehéz lesz eltekerni a kormányt, nem tudsz egyből reagálni, hiába megy az autó, tehát azt tudni kell menet közben sokkal könnyebb kormányozni, mint egy lassabb fokozatba és aszfalton. És ennek az a következménye, hogy jártam úgy például, hogy Moszkvicson volt, nem akart elindulni, és fékezni kellett volna, fölkeményedik a fékpedál, amikor kimegy a nyomás a rendszerből, és baromi nehéz fékezni, és a nagy testű, hát az is 1140 kg volt önsúlyba, pillanatok alatt belendül, és hát utolsó pillanatban tudtam elindítani, és akkor így bírtam a végén egy kanyart bevenni, tehát ezeket nem ajánlom senkinek, ez a ilyen módú spórolásos játszadozást. Ugye ezért csinálják az autókat most már hülye biztosra, hogy egy csomó mindent nem enged, sok esetben ezeket se, vagy ha csinálgatod vele, akkor pillanatok alatt szarrá fogod tenni, tönkre teszed az autót, és akkor meg amit megspóroltál, annak a százszorosát el fogod költeni szerelésre, vagy dobod a kukába az egészet. Tehát most az, hogy benzines vagy dízel, hát ezek a körülmények azok, amik nagyban befolyásolják. És hát mondom, ahogy megyünk előre a technológiával, egyre több hülyeséget építenek bele, de hát ezt beleépítik a benzinesekbe is sajnos.
És nehogy azt higgye valaki, hogy egy benzines injektor, vagy egy elektromos befecskendező rendszer, vagy egy benzinesnek a modern üzemanyagellátó rendszere, az bármivel is olcsóbb lenne, mint a dízelhez. Igen, a dízelnél a porlasztó és a nagynyomású pumpa, ami előállítja a nyomást a sima gázolajból, az igen egy költséges dolog. De viszont, hogyha rendben van tartva, nincsen beszutykozva az üzemanyag, nincsen beszutykozva a szereléskor, szétszedésnél, összerakásnál, nincsen tönkretéve, akkor baromi sokáig jó minőségbe el tud ketyegni. Itt hozzánk, amik elkerülnek autók, ez ugyanaz, mint az építőiparban, hogy átjöttek az új autók, vagyis hát újabbnak, itt újnak számító, de egyébként 14, 15, 16, 20 éves autók, vagy akár egy 5 éves autó is, és a technológia, a szerelési technológia, a szerelési tudás az nem érkezett meg egy időbe, és akkor elkezdődtek olyan mókolások rajta, ami egy régi típusnál működött, ennél a típusnál meg nem működött. Mert egy régi típusnál egy levegős rendszerrel is elment a dízel, ezeknél a nagynyomású rendszereknél nem működik a dízel, be se fog indulni. Vagy ha beindul, sípol, ketyeg, kattog, minden szírszart fog csinálni, láttátok a videóban, amiket elmondtam. Tehát meg kellett tanulni, és hát ezt a tanulópénzt úgy fizették meg a szerelők, hogy rájöttek különböző dumákkal, hogy lehet ezt ráverni a kuncsaftokra, és hát te vagy a hülye, mert rosszul vezetted, nem az, hogy ő szétszette, és eltört valamit, vagy megfeszített benne valamit, vagy elpattant benne valami, vagy nem jól dugta vissza a helyére, és ezért levegős lett, és ebből rájöttek előbb-utóbb a zsiványok, hogy ebből rengeteg pénzt lehet lehúzni, és inget gatyádat ott tudod hagyni, hogyha nem vagy ebből fölkészülve, mert ott húznak le, ahol csak akarnak. És teljesen mindegy, hogy benzinesről vagy dízelről beszélünk, mert benzines autóknál is most hallom, hogy nem indul be, menet közben leáll. Nekem is volt Suzuki-ban ugyanígy, tehát Suzuki az egy elnyűhetetlen motor, de amikor elkezd az injektor része baszakodni, akkor az is elkezdi mozgatni föl le a alapjáratot. Volt egy vákumcső, ami föllazult, mert valami szét lett szedve rajta, és kétszer-háromszor le lett húzva. Onnantól kezdve nem tömített rendesen, akkor megint alapjárat ingadozást csinált, lefulladt melegen, lefulladt lámpánál, amikor visszaesett a alapjárat szintre a motor. Tehát jöttek ott is a problémák, kellemetlenségek, és hát pedig a Suzuki motor is az egy elnyűhetetlen motor, de annak is megvannak a saját nyűgjei, csak esetleg olcsóbb rendbe tartani, de hát amikor elkezdtem vele utánfutózni, ugye én nekem hogy hívják, volt benzin-gázüzemű volt, ott is azért jönnek a költségek. Mire beszereled a gázt, ugye egy benzinmotor soha nem lesz olyan hosszú élettartamú, mint egy dízel. Tehát 200 000-nél a benzines motoroknál óriási bajok kezdődnek, és olyan kopások, olyan dolgok, aminél elkezdi szipkázni ki az olajat az is, és nehogy azt gondoljátok, hogy bármiben is egy benzines motor jobb. Jó, vannak olyanok, a Toyota, a Honda az nagyon jó motorokat gyártott régebben. Most, hogy mi az igaz az újakra, nem tudom, mert azt azért láttam, hogy már a 2000-es években, hogy fejlődtek, ott is betettek egy csomó olyan felesleges kütyüt, amivel igazából a fogyasztás drasztikusan nem csökkent, viszont arra jó volt, ha szerelni kellett, vagy karbantartani kellett, akkor horror összegeket fizettél. Hát ezt mindenki döntse el maga. A Honda például a dízelmotorból is nagyon jókat alkotott. Most már ugye mindenki köpködte annak idején a 2000-es évek elején, hogy a Honda milyen, hogy akar dízel, tehát ő mindig benzines volt, meg minden. Nagyon sok ilyen vitában benne voltam, amikor szerelők, meg műhelyekbe itt-ott mentek a dolgok. Mondom, nekem is volt Hondám, igaz, egy régi fajta. Mentem újabbal is. Tetszett jó minden, csak tankolni nem mindegy. Tankolni nem mindegy, meg az alkatrészek, tehát az alkatrészárak. Egyébként nagyon jó, megbízható autó, csak hát eleve a vételi ár is drága, a szerelési ár is drága, és hát hogyha egy lelakott szar van, tehát amit egy olyan kotvány szerelő csinált, aki összebaszarintott rajta mindent, akkor pénznyelővé tud válni az is, mint minden más autó. Tehát ezzel a szemszöggel kell nézni. Ezt a becsületes Nepper nagyon jól el szokta mondani,
hogy egy autóba nem kilométert nézünk, hogy hány kilométert futott, hanem hogy milyen állapotban van, tehát állapotot veszünk, és nem kilométert. Mert ha valamire oda volt figyelve, és adott időbe adott dolgok ki lettek cserélve, akkor ilyenek jönnek elő, hogy ha itt is ez az autó úgy lett volna, hogy tudná az ember az elő életét, hogy ebben még mondjuk soha nem volt kuplungbovden cserélve, akkor nem azt mondanánk, hogy itt ez a szar Peugeot, hát elszakadt benne a kuplungbovden. Na gyerekek, lehet, hogy 240 ezer kilométert elment ez a kuplungbovden. Mit akarunk tőle? Tehát így kell gondolkozni rajta. Úgyhogy ez a története ennek, és hogyha beteszel egy új kuplungbovdent, akkor minimum az az elvárás, hogy 200 ezer kilométert el kéne menjen. Ha jól van összerakva, és ha jól működik, és ha jó minőségű az anyag. Csak hát ezek mostanában egyre jobban csökkennek, mert az anyagminőségek szarok, és itt mindegy, milyen új autóról beszélünk, a szerviz intervallumok azok nem nagyon működnek. Tehát miért nem lehetett megmaradni egy 10 000-es olajcsereperiódusnál, de úgy, hogy akkor tényleg egy autó elfusson 2-300 ezer kilométert gond nélkül. Na mindegy, ezt majd megírjátok ti is kommentben, nektek mi erről a véleményetek, mert már nagyon hosszú lett a videó, én meg ide fagyok. Mert a szaladgálós ruhába vagyok, nem a munkás ruhába. És baromi hideg lett, ilyen 0 fok körüli hőmérséklet. Úgyhogy megyek, átöltözök, keresek bovdent, meg kiképzem magam kuplung bovden cserére Peugeot partnerból. Akár alkatrészügyileg, akár szerelésügyileg. És hogy mire kell odafigyelni, megpróbálom megkeresni. Ha érdekel, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és amiket megtudok róla, azt megpróbálom elmondani. És hogyha én milyen buktatókon megyek ezen most majd keresztül, azt még nem tudom, de biztos, hogy lesz vele szívás. Reméljük, hogy egyszerűen meg tudjuk oldani, de majd meglátjuk. Sziasztok!